A nyári szünetet követően visszatér Könyvtári kalauz című műsorunk itt a Líceum televízióban. Adásainkból megismerhetik a főiskola könyvtárának különböző részlegeit, szolgáltatásait és az itt dolgozókat is. A nyári pihenő előtt a kölcsönzőben jártunk. Most a tanév kezdetén a társadalomtudományi olvasóterem állományát és szolgáltatásait ismerhetik meg. Itt találhatóak a helyben használatos könyvek. Tájékoztatónkat mégis először arra kértem, mutassa be mind a kölcsönözhető, mind az olvasótermi állományt. A legcélszerűbb úgy megismernünk ezt az állományt, mind a kölcsönözhetőt, mind az olvasótermit, hogyha követjük is, hol találhatók az adott könyvek. Kerekedjünk tehát fel, és ismerkedjünk meg az állomány jellemzőivel. Ha belépnek a könyvtárba, akkor legelőször a kölcsönözhető állomány egy részével találják szembe magukat. Rögtön itt bal oldalamon a pszichológiát, a logikát, az erkölcstant, a vallást, a szociológiát, a politológiát találhatják. A jobb oldalunkon ugyanekkor megtaláljuk a médiával kapcsolatos könyveket, illetve a filozófiával kapcsolatos dokumentumokat. Tovább haladva pedig főleg a gazdasághoz tartozó szakkönyveket. Ez tehát a folyosói állomány, és akkor folytassuk utunkat tovább, még mindig a kölcsönözhető részlegről lesz szó, a témák azonban másak, itt már kiemelt területekről van szó. Kiemelt területként igazából a pedagógiát és a történelmet említeném, hiszen a főiskolánk fő profija a kezdetekben a tanárképzés volt. Ha belépünk ebbe a terembe, akkor jobb oldalra fogjuk megtalálni a pedagógiához tartozó kölcsönözhető könyveket, és az ajtó bal oldalán kezdődnek már el a történelemhez tartozó kölcsönözhető szakkönyvek. Történelmen belül milyen a tagolás? Történelmen belül ugyanúgy, mint az egész könyvtárba, etórendszer szerint vannak elrendezve a könyvek, ami azt jelenti, hogy a 930-as, 931-es szakba az ókorral kapcsolatos dokumentumok kaptak helyet, a 940-es az egyetemes történelem, 42-es Anglia története, 943-as Németország története főként, és a 943.9-es szak pedig kizárólag a magyar történelemmel foglalkozik. Beértünk az olvasóterembe, ahol ugye a tájékoztatókat is megtalálhatják a látogatók, de itt is van egyfajta elrendezés, amely valamennyire rendhagyónak is mondható. Így van, természetesen itt is az etórendszert követjük. Tehát ugyanúgy sorban megtalálható a vallás, a szociológia, a politika, a közgazdaságtan, itt is külön kiemelném a pedagógiát, és a pedagógián belül amit szeretnek a hallgatók, hogy külön kiemeltük nekik a módszertani könyveket, amik főleg a szaktárgyak, illetve a tanítás megkönnyítésére szolgálnak. Ezek ott hátul láthatók, és ezen belül is külön ki vannak még emelve, hogy történelemtanításhoz tartozik, illetve néprajzhoz tartozik, pályaválasztással kapcsolatos osztályfőnöki kézikönyvek, és így tovább. Aztán utána ott is még néprajz van, aztán kommunikációval kapcsolatos könyvek, és utána a történelem. Akkor melyek ugye a speciális területek, mert eddig gyakorlatilag az ETO elrendezését követte az állomány, kivéve ugye a módszertant, ami külön van rendezve, de vannak más olvasótermi könyvek is, amelyek ki vannak emelve, illetve külön vannak rendezve. Igen, itt említeném meg, itt a középső részen találhatók az úgynevezett kézikönyvek. A kézikönyvek közé tartoznak a lexikonok, illetve a nagyobb képes albumok, és szintén a tanítást elősegítő képes könyvek is.
Itt az olvasóteremben, mivel a fő profil a tájékoztatás, ezért is a kézikönyvek, illetve a módszertan külön van rendezve, de van még egyfajta rendezési elv, ami kimondottan rendhagyó. Mi is ez? Igen. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy a hátunk mögé emelünk ki könyveket, mégpedig azokat a könyveket, amiket minden nap és rendszeresen és naponta többször is használnak az olvasók. Ez nem csak a mi munkánkat könnyíti meg, hanem az ő keresgélésüket is. És itt említeném meg, szintén itt van nekünk kész közelben, külön gyűjtve a tankönyvek. Főként történelem tankönyvek. Minden olyan tankönyvet, munkafüzetet, térképet ide gyűjtöttünk össze, amikből a tanítást végezhetik. És milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe az ide látogatók? Hát legelőször is a tájékoztatást említeném ki, megpróbálunk segíteni nekik abban, hogy könnyebben tudjanak itt nálunk eligazodni, illetve megmutatjuk nekik azt, hogy hogy tudják a mi katalógusunkat használni, hogy tudnak különböző elektronikus adatbázisokba belépni. Megmutatjuk nekik, hogy tudnak bibliográfiát készíteni, ami azt jelenti, hogy nem mi készítjük el nekik, hanem segítséget nyújtunk ahhoz, hogy ők el tudjanak készíteni egy ilyet. És akkor másik kolléganőmhöz fordulok, akit arról kérdeznék, hogy milyen feltételei vannak az olvasóterem használatának. Az olvasótermi könyveket, amennyiben nem egy példányosok, hétvégére vagy éjszakára lehet kivinni. Hogyha éjszakára szeretnék kikölcsönözni, akkor zárás előtt egy órával vihetik el, és másnap délelőtt 10-ig kell visszahozni. Ha hétvégére, akkor célszerű előjegyzés formájában biztosítani, ami úgy történik, hogy a hallgató fölírja a saját nevét, a könyv szerzőjét és címét. Nappalra csak fénymásolni adhatunk ki könyvet. És hát egyébként pedig marad ugye a helyben használat. Az olvasóterem nyitvatartása mennyire követi a vizsga, illetve a szorgalmi időszakot és a főiskolán zajló életet? Szorgalmi időszakban reggel 3:48-tól délután, vagy este 8-ig vagyunk nyitva, csütörtökön 4-ig, vizsga időszakban és szünetekben reggel 8-tól délután 4-ig, pénteken pedig 2-ig. Ahogy adásunkban is elhangzott, a könyvtár használat alapja a katalógusok megfelelő ismerete és használata. Ezt elősegítendő következő könyvtári kalauzunkban az Alef könyvtári adatbázis kezelését ismerhetik meg. Akkor is várom Önöket.